DVTK. A Borsodi és a SEAT bemutatja. Favorit a francia csapat. Múlt szezonban is nagyon jól játszottak, szerepeltek, jól végeztek, bevezték az bajnokságot is, nem tudom, nem voltak sokáig második, harmadik helyen. Most is ott vannak, jól kezdtek. Az első meccs volt egy vereség, de nagyon erős Montpellier csapatnál, aki Euroligát fog játszani. Azután nyertek két meccset, szóval erős csapat. Én szerintem ez a győzelem most a hétvégén fognak, remélem, hogy ad nekünk egy picit olyan energiát és pozitív energiát is. Pluszot ebben a meccsben, hogy fogunk önbizalmat is, és fogunk szóval lassan jobban ebbe a mi játékunkba bízni, és ebbe, amit edzünk mindennapi edzés munkán végzünk, és hogy a mi játékunk is jobb lesz meccsről meccsre. Hát ugye 3,5 hete történt ez a kisebb-nagyobb sérülés. Hál' Istennek nagyon jó és gyors volt ez a regeneráció, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy újra itt lehetek a csapattal. Múlt héten is már edzettem 3-at velük, a héten is ugye tegnap is edzettem, és ugye ma is lesz edzés. Ugye a meccsen is 18 percet sikerült játszanom kisebb-nagyobb hibákkal, ugye az elején nem annyira éreztem még magamének ezt az egészet, kicsit nem mondom, hogy új volt, de nyilván ugye most kihagy két hetet az ember, azért nem olyan egyszerű visszarázódni. Viszont hál' Istennek a második fél időben én úgy gondolom, hogy megérkeztem, és tudtam segíteni a csapaton, és szerencsére meg is tudtunk nyerni ezt a mérkőzést. Igazából, ahogy a Pista is mondta, szerintem ez ugye elég jó csapat volt ez a Cegléd, és ez, hogy ott tudtunk nyerni idegenben, ez egy nagyon nagy pluszt fog adni a csapatnak. Biztos vagyok benne, hogy nem lesz egyszerű, mert azért egy francia csapat eléggé hajtós, küzdős, védekezős csapat, viszont nem fogjuk könnyen adni magunkat, és ugyanúgy, ahogy a Cegléd ellen is 40 percen keresztül harcoltunk, szerintem szerdán is ez várható. Én ott nagy különbséget nem látok, ugyanúgy kell felkészülni erre a meccsre is, mint a hazai bajnokságra is. Magyarországon is vannak nagyon jó csapatok, azért egyetlen, ami egy picit más, hogy nincs most ez a szabály, játszhat lehet mind a négy külföld is, lehet a pályán egyszerre, nem muszáj lenni egy U20-as játékos a pályán, ebben nem akarom azt mondani, hogy nem fogok őket használni, vagy nem lépnek a pályára, vagy bármi, az a meccstől múlik és az egésztől, de talán ez egy picit különbség. De a fölkészülésen, ha erről beszélünk is, vagy bármi másról, ugyanolyan meccs, mint hazai, vagyis a magyar bajnokságban is meccs. Nyilván hazai közönség előtt sokkal jobb játszani, sokkal komfortosabb játszani, és ugye főleg, hogy még itt az elején vagyunk, talán egy olyan könnyebbség, hogy ugye jobban bele tudunk rázódni ebbe az egészbe, meg ha valami nem úgy sül el, ahogy szeretnénk, akkor ugye tudnak bíztatni minket a szurkolók. Én örülök neki, hogy itt játszunk első 3 mérkőzést, és nem kell utazgatni, de utána nyilván ott is le kell játszani, tehát talán ennyiből jobb, hogy itt kezdünk, és utána látjuk, hogy mondjuk egyrészt mi lett a végeredmény a 3 mérkőzésnek, és hogy hogyan készüljünk fel utána a külföldi, tehát amikor idegenben játszunk. Nekem van egy sztori ehhez, hogy hazai pálya van, nem hazai pálya, biztos, hogy előny, ha ez hazai pálya, biztos, hogy előny hazai szurkoló közönség előtt játszani. De 4 évvel ezelőtt voltam Rozsányán edző, és FIBA kupában elődöntött, utolsó 4 között jutottunk, otthon nem nyertünk egy meccset se. Szóval mindent idegenben nyertünk, és kijutottunk a 4 között. Szóval biztos, hogy ez egy előny, de egy jó csapat muszáj képes lenni
kint is meccseket nyerni, úgy, ahogy most mutatunk mink, nem mondom, ebben nem akarom mondani, hogy extra vagyunk, de úgy, ahogy mink most nyertünk a hétvégén Szegléden, ez biztos jót tett nekünk, és ez mutatja, hogy egy csapat, hogy hol áll, nem csak a hazai pályára bíz, de tud idegenbe is nyerni. Hát én szerintem a mi célunk legyen ez, hogy még januárban is Európa Kupa meccseket játszunk. Ez legyen a cél, hogy most nyerünk holnap, vagy nem nyerünk, de kijutunk, és szerintem ez a legfontosabb most. De persze akarunk jó meccset lejátszani, jó kosárlabdát mutatni, és majd mi jön ebből, hogy ez elége lesz erre erős francia csapat ellen, azt majd meglássuk. Igazából tegnap volt egy videózásunk, amiben ugye el lett mondva, hogy nagyon jó, nagyon agresszív védekezést játszanak, és ugye a centereik is futnak, tehát talán ez lesz itt a kulcs ugye a mi szempontunkból, hogy ne adjunk el olyan könnyű labdákat, meg ugye a centereik ne fussanak le minket. Biztos, hogy egy futós mérkőzés lesz, mert szerintem mi is szeretünk futni, már amikor tudunk, de az biztos, hogy tehát kemény harcos mérkőzés fognak látni a szurkolók.